Hogyan tudták folyamatosan fejleszteni a kiállítást? Egyrészt következetesen végzett szervező munkával, másrészt a partnereink számára minden igényt kielégítő infrastruktúrával és olyan szolgáltatásokkal, amely nem csak az agrárium és az élelmiszeripar vertikumának bemutatói számára vonzó, hanem bárki, aki ide látogat a gazdanapok rendezvényünkre. Hogyan sikerült 2016-ban csúcs látogatottságot elérni? Azt gondolom, hogy következetesen egymásra építettük és összekapcsoltuk mind a szakmai programokat, mind a látogatóknak szervezett programjainkat. Ez a 2016-os évben már tisztán látszott. A Helyi Termék a Vidék Jövője című konferencia sorozatunkat most már hagyományteremtő szándékkal 2 évvel ezelőtt indítottuk útjára, és így már 3. alkalommal újra megrendezésre kerül, ami egyébként a NAK akkreditált rendezvénye is lett. És azt gondolom, hogy a látogatókat pedig az egyéb programokkal, a családokat, a gasztronómia szerelmeseit pedig az egyéb programokkal tudjuk a rendezvényre csábítani. Vannak-e bővítési elképzeléseik? Van egy 81 ezer négyzetméternyi területünk, ami fix és adott. Nyilván ezen nem tudunk változtatni, de a terület belső struktúráján tudunk, és nyilván ez célunk is. Konkrétan a díjugrató pályának az áthelyezését tervezzük a jövő évre, terveztük a lovaspálya közepére, tehát ott fogják már megtalálni a tisztelt látogatóink. Ezzel 10 ezer négyzetméternyi plusz területhez jutunk, ami mind a látogatók, mind a kiállítóknak bízunk benne, hogy előnyére válik. Melyek a Baranya megyei vállalkozói központ kiállítás és rendezvénycentrum további tervei? Terveznek-e újabb kiállításokat? Vannak már rendszeres tematikus rendezvényeink, ilyen például minden év szeptemberében a méhészeti nap, ahol Baranya és a régió méhészei szakmai találkozóját a mi infrastruktúránkban szervezik. Ezen kívül az idén májusban először megszervezésre került vállalkozók napja, ami szintén minden évben vissza fog térni. Minden hónapban a termelői piacok és vásárok, de még egyéb rendezvényeket is tervezünk természetesen, illetve infrastruktúra bővítést, fejlesztést a látogatók és a kiállítók boldogságára. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.